Amit a Nívó Díjas Szabolcsi Koncertfúvó Zenekar ad Nyíregyházának a koncertjeivel, amivel hozzájárul a kulturális és zenei élethez, az mindig magas színvonalú, egyedi és mindig más tematika köré fűzik fel a műsorokat. Hangzott el a 15. tavaszi nagykoncertet beharangozó sajtótájékoztatón. Az együttesben régóta játszanak a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium tanulói, akik most szóló szerepben is megmutathatják magukat. Azzal, hogy Bakó Leventék felkarolták őket, azt gondolom, hogy tettek egy nagy lépést. Egyrészt azért is, mert így biztosítani tudják a zenekaruknak az állandó létszámát, cserélődését, több lehetőségük is van a játékra és az emberi biztonságra is, hogy létszámban is mindig megvannak. Másrészt pedig nevelnek a jövőnek jó zenészeket, nevelnek olyan zenészeket, akik Nyíregyházáról indultak, és bárhol is legyenek a világban, akkor is innen indulnak. Ez is mutatja azt, hogy a zenei képzés, a zenei élet a szakembereink, a meglévő szakembereink által igen magas színvonalú, és hát nyilvánvalóan ennek a egyik letéteményese maga Bakó Levente és a Szabolcsi Koncertfúvó Zenekar. Bár az együttes legnagyobb eseménye minden évben az újévi koncert, a zenekari tagok igénye volt, hogy tavasszal is szeretnének egy kisebb gálaestet tartani, ami kizárólag a zenekarról szól. Ennek pedig már másfél évtizede. A tavaszi hangverseny minden évben más. Most ugye az a címe, hogy Szólista Parádé, és volt nekünk már ilyen hangversenyünk, amikor a zenekar tagjainak a kiválóságait állítottuk színpadra, de most ezt ötvözni is fogjuk, hiszen pár éve a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnáziumnak vagyok a tanára, mint zenekargyakorlatvezető, és ők menetrend, órarend szerint járnak a nagyzenekari próbákra, és ott is nagyon tehetséges a fiatalság, a növendékek, és most, hogy Czako Erikát hagy emeljem ki, mint zenetagozat vezető, irányítása alatt egyre magasabb színvonalon űzik az ipart, és most lehetőséget biztosítottunk nekik, hogy szólóban is megnyilvánuljanak, lesznek szólista feladatok, és lesznek kamaraformációk is. Akik lemaradnak a szólista parádéról, vagy újra szeretnék hallani az együttest az olaszországi turnéjuk előtt, július közepén a nyári koncerten Sóstónak Rúdi Vigadó előtti téren hallhatják a fúvósokat. Ott viszont már a főszerep a fél évszázada alapított mazsorett csoporté lesz.